2012 óta Szegeden a Széchenyi téren Mangalica Fesztivált rendeznek. Most oda hívjuk meg Önöket. Kérem, mutatkozzon be, és mondja el, hogy honnan jöttek. Rózsa Pálnak hívnak, és Kiskunfélegyházáról jöttünk. Kiskunfélegyházi mezőgazdasági és élelmiszeripari szakgimnázium, szakközépiskola és kollégium, és ennek az iskolának vagyok az igazgatója. Hát olyan apropóból vagyunk itt a Szegedi Mangalica Fesztiválon, hogy iskolánkba teljes egészében megvalósul a termőföldtől az asztalig elgondolás, hisz van egy 210 hektáros tangazdaságunk, itt a tangazdaságban megtermeljük a takarmányt, ezen a takarmányon meghizlaljuk a disznókat, tehát van saját mangalica állományunk, Mangalica Tenyésztő Szövetsége tagja vagyunk, tehát egy ellenőrzött mangalica állományunk van, emellett vannak fehérhússertéseink, lovardánk van, fólia, üvegház, és ugye itt a megnevelt mangalicákat, ezt a saját húsipari tanüzemünkbe levágjuk, tehát itt is tanulók segítségével az egészet, és hát az értékesítést is jó részt meg tudjuk oldani, hiszen Kiskunfélegyházán a Mártírok utca egy szám alatt van egy saját mintaboltunk, ahol ezeket a termékeket értékesítjük. A hústermékek mellett van egy zöldségfeldolgozó üzemünk, és akkor itt különböző aszalványokat készítünk, tehát van aszalt szilva, aszalt alma, aszalt cékla, most egy újítás, amit próbálunk megismertetni a piaccal, illetve különböző ivóleveket, tehát most almalé az, ami komolyabb mennyiségben rendelkezésünkre áll, és akkor ezeket is természetesen a mintaboltba is meg lehet vásárolni, meg ide is hoztunk. Iskolánkban ennek megfelelően mezőgazdaság, illetve élelmiszeripari képzések folynak. A mezőgazdasági vonalon mezőgazdasági szakgimnázium, amire a mezőgazdasági technikus épül, és emellett a szakközépiskolai képzésekben van gazda, lovász és állattartó szakmunkás képzésünk. Az élelmiszeripari szakmáknál élelmiszeripari szakgimnázium, tehát 4 év érettségi, ráépül a élelmiszeripari technikus, és nálunk lehetőség van plusz 1 év alatt a sütő- és cukrászipari szaktechnikus elvégzésére is. Tehát végül is ezek a gyerekek, akik erre a szakra jelentkeznek, itt 4 keményfedeles bizonyítványt tudnak megszerezni az eltelt 6 év alatt. És az élelmiszeripari vonalon még természetesen a húsipari termékgyártó, ugye magyarul hentes szakmánk, pékcukrász szakmát tudtuk hál' Istennek újraindítani, mert bekerült az OKJ-ba végre újra, és van pékcukrász képzésünk. Emellett hirdetünk falusi vendéglátó, kistermelői élelmiszer előállítót, teipari szakmunkás, tartósítóipari szakmunkás, tehát ilyen szakmákra is lehet jelentkezni nálunk. Jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy minden osztályt tudtunk indítani, és most jelen pillanatban ilyen 500 körüli az iskolánknak a tanuló létszáma, tehát ez teljesen tiszta agrár szakképzés, tehát nincs más jellegű osztályunk, és az Agrárminisztérium fenntartásában vagyunk. Tön mellett látunk egy gyönyörű serleget. Mit kell tudnunk róla? Honnan szerezte ezt az iskola? Hát ezt a serleget konkrétan 2018 szakma kiváló tanulója verseny húsipari termékgyártó szakma első helyezésért. Ebbe a szakmába mi szereztük meg az első és a harmadik helyet is. A lovász szakmába első-második helyezést szerezte meg iskolánk, gazda szakmába harmadik, a pék az csak negyedik lett, de ott meg az előző évben nyertünk. Tehát mondhatom azt, hogy minden szakmába, ahol képzést folytatunk, ott vagyunk az ország élvonalába folyamatosan a legjobbak között. Gratulálunk ezekhez a szép sikerekhez, és további jó eredményeket kívánunk. Köszönjük szépen!